Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és üdvözöllek a nagyszámok törvényének második részében, tehát folytatnám azt, amit a bevezetőben elmondtam, és bele is vágnánk abba az egyszerű módszerbe, amivel még akkor is jó gamer leszel, akkor is pro leszel, hogyha úgy gondolod, hogy nem vagy egy született tehetség a játékhoz, vagy úgy gondolod, hogy neked ez a játék nem megy, vagy a új kod nem megy, vagy általánosan igazából akármilyen játék nem megy. Szóval megint csak egy nagyon egyszerű módszert csinálva eljutunk addig, de most bele is vágok a dolgokba. Szóval ennek a nagyszámok törvénye sorozatnak egy bizonyos lényege, vagy egy valamire szeretnélek megkérni, hogy csináld, hogyha szeretnél, hogy mondjuk egy kicsit jobban játszani, mint eddig szoktál, vagy nem tudom. És az pedig az, hogy játsz. Menj és játsz. A másik pedig az, hogy ne félj a kudarcodtól, ne félj attól, hogy rostatod lesz, ne félj attól, hogy nem jön össze a killstreak, szóval ne félj attól, hogy elbuksz. Miért ne félj attól, hogy elbuksz? Azért, mert minél többször buksz el, annál sikeresebb leszel. Ez egy aranyszabály. Minél többször buksz el, annál sikeresebb leszel. Miért? Mert ha elbuksz, tanulsz. Tanulsz belőle, és legközelebbi jobban csinálod. Íme a nagyszámok törvénye, és hogyha csinálod, akkor előbb-utóbb megtörténik. Nagyon lényeges szempont, előbb-utóbb meg fog történni. Szóval menj és játsz. Menj és játsz. Tűz ki célul, hogy jó, nekem ez a készrik kell. Jó, menj és játsz. Ne félj attól, nem jön össze elsőre, ne félj attól, hogyha nem jön össze harmadikra. Menj és játsz. Azért, mert 10-ből egyszer tuti, hogy összejön. Majd ha jobb leszel, mert játszottál, mert sokszor elbuktál, mert megtanultad, akkor újra menni, akkor még gyorsabban menni fog. Akkor nem 10-ből egyszer jön össze, hanem 5-ből egyszer. Később majd minden harmadik játéknál összehozod azt, amit akarsz. És még később pedig összehozod minden második játéknál. Vagy minden játéknál össze fogod tudni hozni azt, amit akart. Menj és játsz. És bukj el. Tehát hülye hangzik, menj, játsz és ne sikerüljön. Ne sikerüljön, hogy megkapd a pofont, hogy megtanuld. És akkor működni fog. Előbb-utóbb menni fog. Nincs olyan, hogy nem menni. Nem, tehát nagy számok törvénye. Egy törvény. Ez létezik. Ez működik. Ha csinálod, megtörténik. Ha nem csinálod, nem fog soha megtörténni. Ha nem kezdesz el megmozogni, nem mozdulsz ki a kényelmi zónából, soha nem fog megtörténni. És akkor azon gondolkodsz, hogy az élet miért nem adja meg nekem. Azért nem, mert nem csinálod. Ha csinálod, megtörténik. Minél többször csinálod, annál előbb fog megtörténni. És minél többször buksz el, annál sikeresebb leszel. Na de most, egy kicsit technikai adatokról is beszéljünk. Nagyon reménykedtem benne, amikor az új kód kijön, hogy nem csak arról lesz szó, hogy csak a submachine gun, mert ugye féltem, egy kicsit nagyon Black Ops 2-s lesz, és féltem, hogy megint egy elkúrják a fegyvereket nagyon, és nagyon egy bizonyos klassz, mint például a Black Ops 2-ben submachine gunokat ilyen nagyon OP-vá csinálják, de nem, hál' Istennek, szóval biztos, hát vannak OP fegyverek tutira, tehát én igazából nem szeretek későn foglalkozni, most már nem, mert ez minden kódnak a velejárója, mert a casual gamerekre is gondolnak, és szeretném felhívni a figyelmetek, hogy ebben a kódban lényegesen látható különbség van a fegyverek között, és most talán először néhány meglátás fegyverekről, ahogy én szoktam csinálni. Ez egy szubjektív vélemény, én így választom ki magamnak a fegyvereket bizonyos pályákra, és így döntöm el, hogy milyen fegyverrel játszak pályákon. Ez természetesen azután, hogy nagyjából megismertem a pályákat, de mivel ennek a kódnak a pályái azok olyanok, hogy többféle játékstílus megengednek, de frankon, többféle játékstílus megengednek, tehát nem csak az a rásolós árkádos, hanem lehet egy nyugodt, kigondolt játékot is csinálni, mert olyanok a pályás szerkezetek. És emiatt, hál' Istennek, a fegyvereknek bizony különbség jut, és nem az, ami Black Ops 2-ben, hogy mindegy milyen pálya, a Submachine Gun jó lesz. Nem, itt jut a fegyvereknek egy különbség, egy másik szerep, úgyhogy én így szoktam kiválasztani magamnak a fegyvereket. Egy úgynevezett RPM és pálya függvényében, az RPM a rounds per minute, és a golyószórás per perc sebessége a fegyvernek. Tehát én ezt szoktam megnézni.
Ha tudom, hogy egy kis pálya jön, ahol pörgős játék folyik, oda például viszek egy submachine gun-t, vagy egy olyan fegyvert, teljesen mindegy, submachine gun, assault rifle, light machine gun, egy olyan fegyvert viszek, aminek magas a golyószórási sebesség, és lehetőleg kicsi a szórása, szóval nem egy light machine gun, még akkor is, hogyha gyors a golyószórása. Szóval viszek egy olyan fegyvert, aminek magas az RPM-e, mert szűk íveket írunk le, ezért gyorsan kell tüzelni, és gyorsan kell megúszni. Ez ugye egyértelmű. Ha egy pálya egy ilyen közepes szerkezetű, néhány kemphely van rajta, akkor viszek egy kevésbé magas szórású RPM fegyvert, tehát egy kevesebb golyószórással rendelkező fegyvert azért, hogy precízen távolabbra, precízebben tudjak lőni, mert akkor a fegyver, a golyók tehát ilyen ti, mennek minden golyót, van időd becélozni, mint a trrr, gyorsan ledarálod embert, szóval íme akkor az első lényeges szempont, ahogy én kiszoktam magamnak választani a fegyvereket, mindegy, hogy milyen kategóriájú a fegyver, én azt nézem, hogy a golyószórás versus pálya függvény. Szóval, ha a golyószórás magas, akkor tudom, hogy egy olyan pályára viszem, ami kicsi. Ha a golyószórás lassúbb, akkor egy olyan pályára viszem, ami egy kicsit közepes távolságú. A golyószórás, ha pálya nagy, akkor egy light machine gun-t viszek, mert annak megfelelő golyószórása van távol is, vagy csipát természetesen. És ebben az új kódban ez mindegyik lehetséges tulajdonképpen, úgyhogy játszatok sokat, sokszor bukjatok el, és akkor fogtok nyerni igazából. És ne feledkezzetek meg, olyan fegyver, amilyen pálya. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!